Október 9-én egy rendhagyó könyvbemutatóra került sor Kolozsváron, az Erdélyi Múzeum Egyesület székházában. Szalai Béla szerző műve, az Iconografiálo Corum Transilvániae teltházas bemutatónak örvendett. A kötetben nem csak Kolozsvár, Erdély fővárosa, Nagyvárad, Erdély kapuja, Temesvár, Bánság hadszíntere, Nagyszeben, a gubernium egyik székhelye, hanem összesen 65 helység és katonai jelentőségű külteri hely, 640 felkutatott és részletesen leírt ábrázolása jelenik meg közel 550 képpel ábrázolva. Ez az első alkalom, hogy ilyen pontossággal és ilyen nagyságrendben jelenik meg a mai Erdély településeinek képi ábrázolása. Szalai Béla a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett építőmérnöki oklevelet. Aktív éveiben végig a közúti közlekedési kérdésekkel foglalkozott, ma is az Útügyi Világszövetség Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke. Műszaki tevékenységéért több magas állami kitüntetésben részesült. Érdeklődése a történelem és a művészetek iránt családi örökség, amit egész életében megőrzött, és műszaki pályafutásának befejezése után minden figyelmét és energiáját ezekre a területekre fordította. Ennek köszönhetően mintegy 200 publikációja jelent meg, egyrészt a topografikus metszetek témakörben, köztük Magyar Topografikus Metszetek katalógusa, másrészt a kommunista időszakban működő egyházi iskolák történetét. A könyv Erdély településeinek ikonográfiájával foglalkozik. Esetünkben az ikonográfia kifejezés azt a gyűjtői, elemzői tevékenységet jelenti, amelynek célja, hogy összegyűjtsön, időrendbe soroljon és prototípusokra vezessen vissza minden olyan grafikai ábrázolást, amely Erdély településeiről készült. Ebben a munkában Erdély, mint földrajzi fogalom, azokat a területeket jelenti, amelyek 1920-ban a trianoni békeszerződés értelmében a Magyar Királyságtól kerültek Romániához. Az ikonográfia történet kezdeti időpontja 1544, amikor az első erdélyi városkép Sebastian Münster művében megjelent. A gyűjtőmunka az 1800-as évvel ér véget, amely egy olyan határpontnak tekinthető, amellyel lezárult a látképkészítések klasszikus korszaka. A könyvben 640-nél több ábrázolás szerepel, festmények, rajzok, hadmérnöki vázlatok, emlékérméken szereplő városképek. A legtöbb képi emlék azonban metszetek formájában maradt fent. A felkutatott ábrázolások képeit a könyv szinte teljességgel tartalmazza. A könyvbemutatót Keszeg Vilmos, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke nyitotta meg, aki üdvözölte a hallgatóságot és elmondta, egy kivételes kötet kerül bemutatásra az est folyamán. Malter Károly szavaival vezette fel a bemutatót. Szerű kötettel fogunk a mai napon megismerkedni, egészen az elején. De azt mondom, amit Malter Károly szokott mondani, akkor, amikor a diákjai vizsgán azon érte, hogy a könyvet nem olvasták el, és akkor a diákjának azt szokta mondani, hogy jaj, de boldog ember maga, mert maga előtt áll az az élmény, hogy azt a könyvet felfedezhesse. Szóval én már nem egészen, nem vagyok ennyire boldog azért, mert a kötetet, a nagyszerű kötetet alkalmam volt el olvasni, úgyhogy ezen az élményen én már túl vagyok. Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, a kötetnek a szerzőjét, Szalai Bélát, aki hazajött, részben hazajött, mert erdélyi gyökerekkel is rendelkezik, illetve azokat, akik majd szakmai szempontból a kötetet ismertetni fogják, Tamás Sándor, a Kovászna megye tanácsának elnökét, valamint Monok István urat, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának az igazgatóját. És akkor kezdjük is az eseményt. A kötet méltatását Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke kezdte el, aki mellesleg aktívan részt vett ennek a kötetnek az elkészítésében. Vállalásunk nyilvánvaló célja az, hogy Erdély képi megjelenítésének kutatása, feldolgozása,
és az érdeklődő közönséggel való megismertetés legyen. Meggyőződésünk ugyanis, hogy szülőföldünk iránt érzett szeretetünk megnyilvánulásának egyik módja, ha Erdély korabeli leírásait, képi megjelenítéseit mi magunk is ismerjük, és nyilván, hogyha tárgyilagosan ismertetjük más nemzetek fiaival is. Ez az idei évben, 2018-ban különösen fontos, amikor mi erdélyi magyarok az 1000 éve Erdélyben, 100 éve Romániában programmal mutatjuk be, hogy az elmúlt 1000 esztendő alatt hogyan járultunk hozzá Erdély építéséhez. Sorozatunk első kötete Petelei Klára Descriptio Transilvaniae című három nyelvű térképes könyv, amely 1532-től 1848-ig veszi számba az önállóan ábrázolt Erdély máig ismert történelmi térképeit. A térképek után természetes folytatásként a térség településeinek látképei következnek. A székelyföldi gyökerekkel rendelkező budapesti Szalai Béla munkája nem egyszerűen csak hiánypótló, hanem egyenesen felbecsülhetetlen gyűjtemény. Az ikonográfia Locorum Transilvaniae című kötet ugyanis egy mérföldkő, hiszen nem csak egy látkép gyűjtemény, hanem egyedülálló katalógusa a kezdetektől 1800-ig feldolgozott transzilván ikonográfiának. Szakirodalom van ebben a műfajban is. Sőt, a szerzőnek is jelent meg átfogó munkája több kötetben is, utólag még plusz kettővel kiegészítve. Mások is dolgoztak fel egy-egy település vagy kisebb régiót, például Jancsó Árpád, Temesvár, Bánság és Albuma vidékét dolgoztak fel egyedülálló módon, őt is tisztelettel köszöntöm, hiszen itt van köreimben. Román munkák is jelentek meg, Andá, Lucia Spönó, Anka Maria Zánfir, Kornel Tatai Balta, igaz, hogy ők egy-egy kisebb részt vagy csak várost dolgoztak fel. Adriano Strasse, Descriptio Romániae kötete is tartalmaz néhány erdélyi látképet. A volt miniszterelnök egyébként a múlt héten itt Kolozsváron egy újabb kötetet mutatott be, ami Erdély történetéről szól. Szóval a munka az folyik. Szalai Béla ikonográfia Locorum Transilvaniae kötete mégis egyedülálló, mert ez idáig páratlan módon a jelenlegi erdélyi települései ábrázoló, meg annyi látkép, térkép, rajz, festmény, adománylevél, emlékérem, emléklap, céllevél összes gyűjteménye összegyűjtötte, beazonosította, rendszereste és magyarázattal látta el kezdetektől 1800. A kötet nyilván nem csak egy látkép gyűjtemény, hanem egy rendkívül, mondom én, bonyolult, de rendkívül hasznos mutatót is tartalmaz, hiszen mindazok a látképek, amelyek kötetben benne található, azok pontos beazonosítása is megtörtént. Ebben a kötetben nem csak Kolozsvár, Erdély fővárosa, Nagyvárad, Erdély kapuja, Temesvár, a Bánság hadszíntere, Nagyszeben, a Hubernum egykori és egyik székhelye, hanem összesen 65 helység és katonai jelentőségű külterületi hely, 640 felkutatott és részletesen leírt ábrázolása megtalálható. A leírt ábrázolások közül 550-555 kép is szerepel a könyvben. Azért ilyen bizonytalan, mert vannak olyan képek, amelyeken egyszer több település is van. Első alkalom ugyanis, hogy ilyen pontossággal és ilyen nagyságrendben jelenik meg a mai Erdély településeinek régi ábrázolása. Ezek elsőkről többsége valamilyen hadi eseményhez köthetőek, abban az időben ugyanis egy régió vagy egyes települések akkor váltak figyelemben méltóvá, ha azoknak hadászati jelentőségük is volt. Az első látkép Sebastian Münsterhez kapcsolódik. Ő ugyanis munkájában Nagyszeben 1544. évi fametszete, ez az első ismert erdélyi városábrázolás, bár az is igaz, hogy ez a kép nem a város valós képét mutatja. Így a mai Erdélyen belül az első hiteles ábrázolás Szatmárról maradt fel. Köszönjük szépen a bemutatót, tehát a könyv ikonográfiának nevezi magát, és akkor ízelítet láthattak már a
az albumban lévő képekből, akkor én még azt mondom el, amit az első kivetített képen tulajdonképpen láthattak, hogy a könyv kiadásában az Iskola Alapítvány, a Székely Nemzeti Múzeum és az Artprinter könyvkiadó vállalt szerepet, kiadóként, tehát ez a három könyvkiadó szerepel a kötetben. A kötet szakmai ismertetését Monoki István, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ igazgatója vállalta magára. Mindenki törekszik arra, hogy valamilyen formába összegyűjtse azokat az emlékeket, amelyek országra, népre vagy nemzetre vonatkoznak. Én azért szeretem ezt külön hangsúlyozni, mert valóban intézményrendszerek alakultak a történelem folyamán, amelyeket nem kell összekeverni, hiszen másra és másra szolgálnak. Országos emlékezetre, népemlékezetre vagy nemzeti emlékezetre szolgálnak. Ugye, zárójelbe jegyzem meg, amikor Széchenyi Ferenc nemzeti könyvtárat alapított, ő ezt nem így hívta, hiszen ő Bibliotheca Regnicolarisnak hívta, a Magyar Királyság könyvtárának, tehát ő számára még az a típusú nemzet fogalma, ami már 6 év múlva a magyar törvénykezésben megjelenik, még nem így fejeződött ki. Nyilván megvolt érzelmileg, akár tudatilag is benne, de másképpen hívta. Ugye ma ezt a fajta kulturális örökségi elem létrehozást, mint ami könyvbe jeleníti meg egy ilyen típusú dokumentum együttest, ezt sokan mondjuk úgy kérdésekkel illetik. Ugye napjainkban bizonyára ezt mindannyian tudjuk, illetve biztosan tudjuk mindannyian, a nemzet fogalma, hogy úgy mondjam, egy kicsit elhasználódni látszik. Egyszerűen van egy fajta összemosása kifejezések tartalmának, és ebből persze sok mindenből származik, többek közt abból, hogy például Európa nyugati felén a nemzet kifejezés olyan értelemben használva, ahogy mi használjuk a Kárpát-medencébe, hogy egyáltalán a közép-európai nemzetek használják, lényegében nincsen, és régóta nincsen. Tehát az ország, a nép és a nemzet fogalma nagyon erősen összemosódik, és nagyon sok mindent ma nemzetinek hívunk, ami egyszerűen csak országos, és egy csomó dolgot nem hívunk nemzetinek, aminek viszont annak kéne lenni. És ez egy nagyon fontos dolog akkor, amikor egy ilyen gyűjtemény, hogy tisztálásuk, egy ilyen gyűjtemény képbe veszünk. Hiszen ez valóban, ahogy elnök úr is mondta, ez nem egyszerűen ugye egy kiadvány, vagy egy gyűjtemény, mondjuk adott esetben egy része a szerzőnek eredetiben is megvan egyébként tulajdonolva, hanem egy sokkal nagyobb üzenet, egy olyan örökségi elem tulajdonképpen, amelyre a következő generációknak, hogyha komolyan gondoljuk, akármennyire is, hogy egy globálisabb, egy átfogóbb gondolkodásra van szükségünk, de mégiscsak alapozni tud. Ez egy mérföldkő, és hát hajrá! És akkor én most a szerzőhöz fordulok, hát a gyűjtést elvégezte, a kézirattal megbirkózott kéziratot lezárta, a kéziratot lektorálták, korrekturázták, megszerkesztették, tördelték, a szerző kezébe kapta a kötetet, a kötetnek a bemutatása megtörtént, úgy néz ki, minden le van zárva. Van-e még mondani valója önnek ezek nem. után? Jó, átadjuk a szót. A könyv megalkotásáról Szalai Béla szerző beszélt. Apám tanított arra, hogy Erdélyt szeretni kell és becsülni kell, és mindig hozzátette, hogy azért kell becsülni, mert vannak értékei. Vannak felülmúlhatatlan értékei, hozzátette, hogy azért a székelyekkel légy óvatos, hogyha tárgyalsz. De hát Istenem, édesapám végül nagyon hosszú ideig élt, és nagy élettapasztalatom volt. Amikor ezt a könyvet megírtam, én rá gondoltam.
megmondom őszintén, hogy én úgy érzem, hogy ebben a könyvben, és eltekintve a könyv jó, nem jó, benne van az, amire apámra emlékszem, és benne van az a szeretet Erdély iránt, amit ő oktatott, és igyekeztem összeszedni benne azt, amiért érdemes szeretni, és amiért büszke lehet a maga múltja. Tehát ha mai könyvben mutatom után, megmondom őszintén, kicsit büszke is vagyok magamra, elégedett is vagyok, egy hosszú év, azt hiszem 3 vagy 4 év volt a könyv átfutási ideje, végül mégis valóság lett belőle. Ha hiányérzetem van, akkor az, hogy és mi lesz tovább. Köszönöm, hogy meghallgattál. Szülőföldünk Erdély azt érdemli, hogy felkutassuk mindazt, ami megmutatható belőle, megismerjük, és nyilván, hogy tárgyilagosan más nemzetek fiaival is megismertessük. Ez a 2018. évben különösen fontos, amikor azt a programot indítottuk el, hogy megmutassuk, hogy az elmúlt 1000 évben Erdélyben és 100 évben Romániában mit tettünk a szülőföldünkért. Ilyen jellegű kötet nem született eddig, és ahogy elnézem, az elkövetkező 100 évben sem fog. Ez azt jelenti, hogy a szerző kezdetektől 1800-ig összegyűjtött minden olyan látképet, ami a jelenlegi Erdély területén található települések, vagy hadászati szempontból fontos helyek megjelenítése. Ez több mint 550 ilyen látkép. 1544-től kezdődik, hiszen Sebastian Münster német térképész Fametszetben Nagyszebent ábrázolta legelőször. Ilyen szempontból példátlan nem csak a gyűjtemény, hanem maga a kötet, az összeállítás, és azért igazán fontos még, mert egy rendkívül bonyolult, de egyébként hasznos útmutatórendszer igazítja el a kutatókat, gyűjtőket, érdeklődőket. Azt hiszem, ez a transzilván tudat minden egészségesen gondolkodó emberben, erdélyi emberben benne van, és van is, amire büszkék legyünk. Én is gyűjtő vagyok, látképeket, térképeket gyűjtök, nagyon szép gyűjteményt sikerült az elmúlt évtizedekben összehoznom. Ilyen szempontból ez egy szerelem is egyrészt, és nyilván a pénz lobbizástól kezdve a korrekturázásig, szövegszerkesztésig sok mindent én is vállaltam ebben. Az ilyen gyűjtemények sok mindenkinek és sok mindenben tudnak segíteni. Én művészettörténészként sokszor szaladok bele olyan problémákba, amelyekre talán ebben a könyvben válaszokat találok. Jelesen településtörténet, vagy akár régi ábrázolásoknak a talán teljességre törekvő összegyűjtése, ez mindig nagyon-nagyon fontos, és ez egy olyan forrás, anyag ennek a kötetnek a tartalma, vagy akár az ehhez fűződő és emögött még formálódó adatbázis, ami az erdélyi építészettörténete, településtörténete, művészettörténete iránt érdeklődőknek mindig nagyon-nagyon fontos lesz. És hát nagyon-nagyon lényeges az, hogy itt tényleg lehetőleg teljességre törekedjenek, hogyha kiadásban nem is, de legalábbis adatbázis szinten mindenképpen. És hát ugye az nagyon-nagyon lényeges, hogy hát jó tipográfiai minőségben, és hát ezeknek a képeknek egy ilyen komoly bibliográfiai apparátussal való ellátással együtt kell ezeket a dolgokat kezelni, hogy mindenki tudja azt, hogy ez az ábra, amit látunk, az hiteles-e, nem hiteles-e. Szerintem sok esetben fölmerülhet az is, hogy hiteles ábrákról beszélünk-e, vagy elképzelt látképekről, és hogy pontosan ezek milyen célra készültek ezek az ábrák, ténylegesen alaprajzok voltak-e, hadmérnökök által készített rajzok, látképek, ezek sokféle műfajhoz tartozó ábrák, amelyeket mindig a maguk szintjén és a maguk műfajában kell kezelni. Béla bácsi egy fantasztikus ember, még mindig dolgozik, mindig megy mindenfelé. Ezen a hosszú terepen Budapesttől
idáig autót vezetett, és hát mindenféle olyan dolgot, amiben örömöt lehet lelni, abban ő benne van, és csinálja a dolgait, ahogy kell. Nagyon szép családi életet él a feleségével, akivel hát lassan mind a ketten 80 évesek lesznek, tehát, de annak ellenére meg úgy látjuk, hogy Béla bácsi fantasztikusan éli meg ezeket a dolgokat, és hogy nagyon kedves és kellemes emberként ismerjük. Ne kacsingasson! Lehetne közhelyeket mondani, én inkább azt mondom, hogy valószínűleg boldog vagyok. Minden esetre jó érzés. Tehát, ha valakinek a műve megjelenik írásban, és materiálisan foghatóvá válik, hát tudom, hogy nagyon párvenő a hasonlat, de olyan, mint amikor megszületik egy gyerek. Ott amögött is volt egy gondolat, egy szeretet, némi munka, szegény édesanyának ki kellett hordani. Itt ugyanez meg volt, meg kellett írni, a kiadónak meg kellett vele szenvednie, a nyomdába dolgozni kellett rajta, megszületett. Jó érzés, nagyon jó érzés. Minden ilyen munka elindít egy, gerjeszt egy olyan folyamatot, hogy mindenki igyekszik, ó, én ezzel tudom kiegészíteni. Tehát az anyag a természeténél fogva is növekedni fog, de ahogy Monok professzor úr mondta, hogy ha nincs, aki ezt az anyagot összegyűjtse, gondozza, akkor magának a műnek is csak annyi értéke van, hogy de szép képek vannak benne. Kölcsei mondta, hogy jövőjét veszti nemzet, ki múltját nem ismeri. Tehát, hogyha, és itt is elhangzott egy Bot Péter idézet, és körülbelül 5 latin mondást tudok, aminek ugyanez a lényege, hogy és benne van a Bibliába is. Csak szilárd talajra lehet építkezni, az ember jövőt épít, adott esetben nemzeti jövőt, vagy magyar jövőt. Hogyha az ember azt akarja, hogy valami megmaradjon, azt materiálisan meg kell valósítani, a könyv az.